Dr. Lengyel Gyula, címzetes esperes, helyettes bírósági helynök, 1955. március 11-én született Miskolcon. 1982. június 19-én szentelték pappá. 8 év kápláni szolgálatot követően Borsod-Szirákon, Szendrőben, Jászberényben, Egerben, jelenleg pedig Erdőtelken igyekszik közelebb vinni a híveket Istenhez. Az Úrra hagyatkozó élete, a művészetek és a természet iránti szeretete könyveiben és a Szent István Rádió több műsorában nyomon követhető. Az egyik kedvenc történetem az evangéliumból az a történet, amikor Jézus feltámadása után az Emmauszi tanítványokkal találkozik. Kíséri őket, velük van egész nap, de nem fedi fel magát előttük csak a kenyértörésben este. Te mikor érezted azt, Gyula atya, hogy Jézus felfedte magát előtted a te életedben? Mikor ismerted fel őt? Nagyon köszönöm a kérdést. 1973-ban érettségiztem, most idén 50 éve, a Pannonhalmi Gimnáziumban, és amikor harmadévet kezdtük, tehát az 1971 ősze, 72 tavasza, egyszer megszólalt bennem egy hang. Addig egy nagyon átlag, ballásilag szürke, langyos keresztény voltam, aki úgy elvárások szerint élt, elvárásnak megfelelően szokás módon elmormogta az imáit, és egyszer csak megszólalt egy hang, hogy hétköznapokon kezd velem a napot. És fél hétkor volt mindig a második emeleti kápolnában a szentmise, és oda lementem, voltunk a kápolnai misén, 6-an, 7-en, 10-en diákok, és onnan kezdve valahogy minden más lett. Úgy kisütött a nap belülről. Vagy ahogy szoktam mondani, akkor nyitottam ki az ajtót a lelkem legmélyén, mert szerintem az Isten minden emberben ott lakik, legyen az Ballator vagy Júdás is, de olyan ajtót használ az Isten az emberrel, amelynek csak az mi oldalunkról van kilincse. Emlegetted az Emmauszi történetet, ott is csodálatos, hogy Jézus először hagyja beszéltetni az embert, és az ember mit tesz? Egyrészt nem ismeri fel az abszolútumot, másrészt előtte vitatkoznak már egymással, tehát ott van a lappangó agresszivitás, az elégedetlenség, harmadrészt pedig, amikor kipanaszkodták magukat, akkor finoman Jézus a szemükre veti, hogy hát ti késedelmes szívűek vagytok. És az ember, alapvetően úgy szoktam fogalmazni, nagyon szép ez a szó, hogy bölcső keresztény, de késedelmes szívűek vagyunk valamennyien. Sőt, a papságban is megéreztem ezt. Számomra 2008-2009, amikor a betegségeim kezdődtek, egy nagyon nagy változást, egy igazi gyökeres metanóját hozott az életembe. És visszatérve a kérdésedre, akkor tapasztaltam meg azt, hogy nem vagyok magányos. Egyedül élek, egyke vagyok, és eleve mindig is valahogy megszoktam a egyedül életnek a kereteit, de öten egyedül. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek, Szűz Mária és Gyula. És ez az ötös fogat, ez azóta is működik. És azóta is engem ezt húz. És csodálatos megérezni azt, hogy tulajdonképpen az életemben, és most itt hagy idézem John Henry Newman kardinális, akik körülbelül, és most félre ne értse a tisztelt néző, meg te sem,
15-16 évesen olyan szegény volt a családja, hogy nem tudták hazavinni nyáron a kollégiumból, és ott maradt egész nyáron a iskolájában, de ekkor rengeteg ideje lett egyedül, nem magányosan, egyedül gondolkodni, és ekkor fogalmazta meg azt, hogy két biztos pont van az életemben. Az, hogy Isten van, és én vagyok, és ennek a kettőnek egymáshoz nagy köze van. Nagyon szeretek ezen a fogalmon rágódni, hogy vagyok. Éppen a tavaly halála évfordulóját, idén pedig születése 160. évfordulóját ünneplő Gárdonyi Géza kapcsán olvastam egy kevésbé ismert kis szösszenetét, novelláját. Az a címe, hogy vagyok. És a történetének a hőse egy szerzetes, egy egyszerű testvér, nem engedte pappá szentelni magát, aki elhatározta, hogy ő bizony élete végéig utána fog járni, és meg fogja fejteni, mit jelent az, hogy vagyok. És amikor haldoklott, és jött a házfőnök atya, feladta a betegek kenetét, akkor rázta a fejét, hogy nem sikerült. Maga az, hogy vagyok, és itt megint hagy idézzek egy kevésbé ismert, óriási magyar gondolkodót, Gondos Grünhút Lászlót, aki Kalocsán született, aztán emigrált, és ő fogalmazta meg, hogy egyedül a semmit nem kell megmagyarázni, de mindennek van oka. És az, hogy vagyok, hogy te vagy, hogy van a világon egy szarvasbogár, hogy van a világon egy gyertya, és így tovább, annak oka van. És akkor ennek elkezdtem utána járni, mint Isten kezét soha el nem engedő ember, azóta, 1972 óta, és megdöbbentem, hogy az ember voltak éppen a szakkifejezésekben a személyé, mikor válik, mit jelent a személy szó. Megdöbbentem. A proszopón görögül azt jelenti, hogy valakiért vagyok az életbe hívva. Pro, valakiért, nem magamért. Valakivel kapcsolatba kell kerülnöm. A latin persona pedig, hogy azon keresztül, a másikon keresztül nekem viszony kell, kapcsolatrendszert kell tovább építenem. Annyira jó téged hallgatni, Gyula atya. Most sok dolog eszembe jutott a kapcsán, amit elmondtál. Ugye úgy tettem fel a kérdést, hogy mikor érezted meg a Jóisten jelenlétét az életedben. És azt mondtad, hogy ez igazából középiskolás korodhoz kötődik. Így van. De mégis úgy érzem a szavaidból, hogy ez már egyfajta felnőtt megtérés, ugyanakkor a Jóisten végig gyerekkorodtól jelen volt az életetekben, a családodban. Mi az, ami megosztható a családodról? Igen. Hát volt egy titka édesanyámnak, amit a papszentelésem napján árult el, délután, mikor már minden lezajlott, este felé hazaértünk, hogy na, ügy csak le, drága fiam. És akkor elmondta, hogy amikor kismamaként, 7.-8. hónaposként Miskolcon a minaretta templomba ment gyónni, ugye észlelte a gyóntató atyus, hogy kismama, és akkor azt adta neki elégtételül, hogy imádkozzon anyuka, hogy ha fia lesz pap, ha lánya lesz, szerzetesnő legyen. De édesanyám ezt 27 éven át megőrizte a szívében. Egyébként ugye vegyes házasságból születtem, egykeként, édesapám ő református, édesanyám katolikus. Mindketten istenfélő magyar emberek, jelen időben mondom, mert élnek, naponta kommunikálok velük, csak ők más dimenzióban vannak már. És akkor úgy volt, hogy egyik héten jártunk a református gyülekezetbe, másik héten a katolikus templomba. Úgyhogy az ökumenizmus számomra élt valóság volt, és édesapámban, édesanyámban megcsodáltam azt, hogy mennyire egy hangot beszélnek, miközben az egyik helyen a szentségek másképp rendeződnek, mint a másiknál, de valóban beleszülettem ebbe a
istenfélő közegbe. Természetesen, mint fiúgyerek, édesanyám hite nagyobb erővel járt át engem. Nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert az a közeg is, itt a Miskolci általános iskola, amelyben elkezdtem nyiladozni, tulajdonképpen nem volt beállítva egy abszolút ateista tanárokkal teletűzdelt rendszerbe, hanem ha humánus volt. Ezt Pannonhalmán tudtam leszondázni, amikor történetileg kényes kérdéseket is már a 6., 7., 8. osztályban olyan szempontból tárgyalt az illető tanár, Isten nyugtassa, amely megfelelt a keresztény valóságnak is. A papi hivatás gondolata mikor kezdett érlelődni benned? Lappangott bujkált, és 1973-ban leérettségiztem, és nem voltam biztos magamba. Illendőségből elmentem, édesapám vágya volt, hogy jogász legyek, ügyvéd. Bevallom, most egyházjogot is próbáltam egy ideig művelni, de a jogot éreztem a legemberidegenebbnek magamtól. De ezt nem vallottam be, és lényeg az, hogy, mert szerintem az embernek nem joga van, hanem kötelessége. A lényeg az, hogy egy évig után elmentem dolgozni. Az STK-nál voltam ellenőrzési előadó. Nagyon jó volt, mert sok embert megismertem. Aztán nyáron felmondtam májusban, és elmentem az egyetem városba, Miskolcon, kertészkedni, ilyen küld ki híbbe, gerebjéztem, raktam a szemetet, vágtam a füvet. És az alatt elképzeltem három területen magamat. Tulajdonképpen ez egy, mint kiderült, ez egy pszichés játék volt, amit ösztönösen csináltam. 17 év múlva elképzeltem magam, hol lesz Lengyel Gyula a legboldogabb. Szívemhez mindig közel állt a színészet, a művészet. Úgy is hívtak Pannonhalmán, hogy színész, a szeminárium, vagy művész. Mai napig azt mondom, hogy a Tália papnői és a mi hivatásunk valamilyen szinten a kötelesség miatt, a tanúságtétel miatt nagyon-nagyon súlyos, nagyon nagy kihívás. Itt nem lehet hibázni. Kötéltánc, és elég nagy a mélység. Ezt egyébként majd talán lesz mód kifejtsem, mert vannak emelkedő zuhanások, és vannak csökkenő emelkedések az életünkben. Majd visszatérünk erre, és mi volt a harmadik terület? És a harmadik pedig a gyógyszerészet. És ha felfűzt, és a harmadik a papság persze. Tehát akkor már az ügyvédség elő se jött. Ezt bevallottam szüleimnek, kértem időt, nagyon jól esett, hogy nem sürgettek. És a 17 éves későbbi Gyulát figyelve megállapítottam, hogy hát én csak Isten, és akkor született bennem ez a kép, azóta is számomra a kéz, a tenyér egyenlőt jelent Istennel. Az a biztos pont, ahonnan nem esek le. Amelyik egyszer csak fog, és majd amikor átvisz a túlsó mezőre, akkor bezár. De nem én viszem magam, ő visz oda, ahova meg érdemlem. 82-ben szenteltek pappá, végül így is van. A papi hivatás az. Így van, 41. éve próbálok az egyházba valamit hasznosat csinálni, hol így, hol úgy. Isten panaszkép ne vegye, mondta az egyik principálisom. Rengeteg téma van, amit így szeretnék veled érinteni ebben a rövid kis beszélgetésben, úgyhogy azt javaslom, hogy szaladjunk át gyorsan a szolgálati helyeiden. Az első szolgálati hely 82-83 között Újfehértó volt. Hát ott dadogtam, kijöttem, a fejem tele volt teológiai elvont ismeretekkel, a Szentháromság belső dinamikája, a hitoktatásban is a didaktikai elvek, és hát rájöttem, hogy kevés volt a gyakorlat
a vezetéshez. Hogy egy hittanórán elkezdtem partizánkodni. 4-5 év múlva elővettem az akkori jegyzeteim, és elszégyeltem magam. Olyan iskolás volt. Nem volt személyes. Nem voltam benne én. Pedig az Isten azért teremtett ma, jelenleg ugye 8 milliárd 200 valamennyi millió embert, hogy az 8 milliárd 200 millióan csinálja, amit kellene csinálni. Jó, de ez egy teljesen természetes dolog, hiszen a szeminárium 6 éve alatt azért viszonylag kevés lehetőség van arra, hogy ez nem kritika a szeminárium felé, hanem állapotom. Igen. Utána jött Sajó Szent Péter, ott kezdtem már megtalálni a magam hangját. Ott külön öröm volt számomra, hogy mindig éreztem egy elhivatottságot, mint borsodi ember a szegénység felé. A szegény ember sokkal tisztább. Újfehértó is tiszta, most nehogy félreértsék a szabolcsi kedves nézők, hallgatók, hanem Sajó Szentpéteren szentbe jött a proletáriátus, akinek egyetlen java a gyerek. És ott nagyon éreztem ezt a kötelességemet, hogy én nekik kell, hogy elvigyem a szeretetet. Kisejtettem az Isten nevét, mert az már túl egyértelmű. Utána jött ugye Sajó Szentpéter után jászárok szállás. Na, az volt a lubickolás, a jászok igényessége. Életminőségben ott eltűnt a szegénység, ott szembe jött velem a hívek éhsége. És ott éreztem, hogy na, ott kaptam azt a példát, nyugodjon Keszthelyi püspök úrtól, akkor még mint nagy tétényi plebános, hogy szivacs vagy. És ha egy szivacs kiszárad, semmit nem ér. És hogy lehet szivacs? Egyre többet visszavonulni, egyre többet imádkozni, olvasni, képezni magad, különösen a lélektanban, különösen a teológiában, a világ rezdülései, a művésze, a versek, mert az emberi lélek az a legkényesebb és a legeldugottabb világ. És mi nem elektromos, hanem lélekpásztorok vagyunk. Szolgálati helyeid előre haladtával nőtt ezeken a helyeken eltöltött évek száma. Az Igen. első helyen még csak 1 évet, második helyen már 2 évet. Negyedik helyen Borsod-Szirákon már 5 évet, 1990 és 95 között 5 évet töltött. Borsod-Szirák a nagy váltás. Édesapám 90-ben meghalt érrákban, Csernobil. Bementem seregi érsekatyához. Egy szem gyerek, édesanyám egyedül. Nem is volt vita, önállósított augusztus 1-jel. Ott meg szembe találtam magam, itt vissza kell nyúlnom a kezdőpapi kérésemhez. Istentől 2 dolgot kértem, hogy a joggal ne kelljen foglalkoznom sokat, kánonjogot elvégeztem, és ne kelljen sokat építkeznem. Ott pedig rendbe szedtem a plebániát, a templomot, a filiális egyházközségeket, emellett pedig kialakult egy közösség. Elkezdtünk zarándokolni. Belföldre, külföldre, római utat szerveztünk le, egy 14 napost. Ez volt ugye 1993-ban. Óriási élmény volt elintézni, hogy a Szent Atya közelébe jussanak azok a drága sziráki hívek. Nagyon szép 5 év volt. Onnan jött Szendrő. Szendrő már egy érettebb időszak volt, ahol a munka egyre bővült, 8-9 egyházközség, település ellátása egy káplánatyával, illetve amellett ott kellett bizonyos finom felkérésre a kánonjogot elvégeznem 2000-2001-ben. Utána jött Jászberény. Ott igazából egy rövidebb időszak volt, ott is a templomépítés, a nagy küzdelem a restauráció kapcsán a műemlékvédelemmel, és a nagyvárosok érdekes módon ott hirtelen jött a váltás, ugye először is, hogy egy Szendrő után óriásinak tűnt Jászberény. Nem tudtam átfogni. Én mindig kerestem
a bensőségességet, a személyességet. És egy 10-20-30 ezres egyházközségben ez egy nagyon vékony csík, amin tudsz mozogni. És utána jött Eger, ahova félelemmel mentem, hogy Istenem, én Egerbe. És ráadásul Eger, egy nagyon frekventált helyre a fájdalmas és anya. Egy történelmi hely, de itt állok meg, hogy a szűzanya, nem véletlenül az ötünk közül a negyedik, amikor kint voltam még kispapként, 1980-ban, többek között Münchenben, összejöttem ott egy aranyos kint élő pappal, aki egy Mária közösségnek volt az lelkipásztora, és megkérdezte tőlem, így hívott, Gyula öcsém, felajánlaná-e most ezt a zsenge kispapi életedet, meg a jövődet a szűzanyának? Mondom, igen, mert édesanyám nagyon máriásan nevel. Édesanyám nagyon máriás, Krisztus hívő. És mondom, nagyon köszönöm neked. És elvitt egy templomba, és ott fogadalmat tettem. Letettem a szűzanya kötényébe az életem. És az állomás helyeim nagy részén, kicsit el is érzékenyülök, megéreztem azt, hogy nekem van öt anyám. És azért az öt érdekes, nem véletlen, hogy öt ujjunk van. Ugye van az anyanyelv, van az haza nőnemű, pátria, anya ország, azután van az anya szentegyház, van a boldogságos szűz Mária, és van a föld édesanyám. És ott és akkor valami fantasztikus béke lett bennem, második, harmadikos teológusként, pedig akkor volt a nagy váltás, hogy felkerültem annó Budapestre, és ott folytattam a tanulmányaimat, ahol pont azt tudtam kibontani magamban, hogy sokat egyedül, sokat csendben, sokat elmélkedni, és borzalmas harcokat vívni, szellemileg, lelkileg, keresni mindig a kapcsot a gazdámmal. Ez Seregi István érsek úrtól plagizálom. Nekem valahogy ő addig a szeretet volt, az ő fogalmát élem tovább, ő a gazdám. Én pedig igyekszem nem bérese lenni, hanem szolgálja a gazdának. Gyorsan végig szaladtunk ezeken az állomás helyeken, de azért térjünk ki arra, hogy a közösségépítés az mindig nagyon fontos volt számodra. Kurzió, Szent Mónika csoport, férfi ima közösségek tanárnő, alakítása. Nagyon felkészült belőle, most így igyekeztem. Mondom. Igyekeztem. Igen. Ez engem is meglepett. Ugyanis, mint egyke, én rengeteget éltem egyedül. Tehát a életemnek a negyedik osztálytól nyolcadikig, például Miskolcon, egyedül laktam 6 napon át. Szüleim vendéglátóiparban dolgoztak, hol Nekézsenyben, hol Mezőkövesden, hol Bükkábrányban, és én már 11 évesen minden nap iskola után bementem Miskolcon a fehér terembe, megettem a menüm, bevásároltam másnapra a reggelit, vacsorát. Na most egy ilyen múlttal kikerülök ugye az egyház kebelében, mint pásztor. Ott viszont a legtermészetesebb volt, hogy közösséget kell teremteni, és én magam is ott éreztem ezt, hogy ez a bizonyos emelkedő, fokozatos emelkedő állapot. És a zuhanást miért teszem hozzá? Hogy fordítottan arányban kezdett zuhanni az egóm. Az egykének nagyon kell arra vigyázni, hogy ne legyen egó. És ott jöttem rá, hogy az ember mindig legyen önmagával szemben hiteles, ismerje el, ahogy fogalmazta, egy nem Krisztus hívő, hanem egy abszolút vallástalan, a 70-es években Arnold Gehlen, hogy az ember hiánylény. Az emberből mindig hiányzik a legfontosabb, amit csak a tenyér tud megadni. Az a biztos pont. És a kurzió, ott kaptam Bőti Tamástól, Isten segítse a túlvilágon, és érzem az imáit ma is. Amikor föltette a kérdést is, én egy kicsit elszégyeltem magam, hogy mennyit imádkozol naponta a híveidért?
Ott jöttem rá, hogy minden nap meg kell térni. Tehát az emelkedéshez szükség van az én zuhanására. Mert akkor nem vagyok se proszopón, se perszóna. Akkor csak béres vagyok. Kinézek a nyakamból. Egót említettél, Gyula atya. Elkényeztetettnek érezted magad? Igen. Nagyon jó módban éltek a szüleim. Csettintettem, mindent megkaptam. Nem csak a szülőkre gondolok, hanem úgy a Jóistennek a gondviselését úgy végig azt érezted, hogy... És rá is játszottam. Büszke voltam arra, 51 éves koromig én nem vagyok beteg. De ugyanakkor mindig könnybe lábadt a szemem, ha megláttam egy tolószékes embert. Vagy volt egy nagyon aranyos barátom, annó még negyedik, ötödikes koromban, hatodikos koromban Miskolcon, aki így keresztbe látott. És például őt minden vasárnap a diákmise után jöttem a Békemoziba, találkoztunk vele, és együtt néztük meg a filmet. És akkor én kérdeztem, hogy na, neked melyik sorból jó nézni? És mondta, hogy a második sorból. Hát miatta bevállaltam ezt, de csak egy példa. És akkor megírtam a Drákos Betegek Védőszentjének az életét, Lációzi Szent Peregrin életét. Nálunk egy nem ismert szent, mert pekhére pont Flórián napon van az ünnepe, és a monarchia miatt a tűzoltók elvitték. És akkor még én nem is gondoltam, hogy kétszer nézek szembe a nagy ordassal. De hogy miért adta ezt az Isten? És megköszöntem neki utólag. Tehát összeáll a puzzle. Mindent ő irányít, nekem csak minden nap önfeledésbe kell léteznem. És a közösségre visszatérve, ezt szerettem a kórhét vége, aztán a színházi úgynevezett színjátszó szakkörök, SZISZ, Szent Imre színjátszó szakkör, Árokszálláson, Szendrőbe. 2,5 órás darabot csináltunk meg, Jézus Pöre, Dégó Fábritól. Jártuk a vidéket, azok a fiatalok, gyerekek, 23 tagú volt a SZISZ társulata, hát én magam is, minden nap csak repkedtem, szinte nőttek a szárnyacskáim, nem beszélve az övék, meg suhogtak. És a lelkiségi mozgalmakban természetesen ott van mai napig a rózsafűzér, meg ott van a Mária Légió, amit itt örököltem meg. De érzem azt, megint emmauszi tanítványok, találkozva az Istennel, felismerve az Istent, rögtön vissza kell menni a gyökerekhez. És Jézus körül mindig közösség van, mert egyébként Jézus, nem tudom elhinni róla, hogy ő szeretett. Sok irányba elindulhatunk. Visszakanyarodnék egy mondat erejéig a kánonjogra, ahogy ezt megemlítetted. Ugye 2001-től az érseki bíróság helyettes bírósági helynöke is voltál. Mi volt a feladatod? Perekben kellett ítélkeznem, ítész voltam. Félre ne értsenek a tisztelt nézők, meg most főleg a helynök úr és a többi ítész kollégám. Az egyházjog az én karakteremtől mindig nagyon messze állt, de rájöttem, ezért adta az Isten, mert legyen meg az ő akarata, és már megint nehogy az énem, ahogy az építkezésben is. És sokat formált rajtam, hiszen azért vannak jogaink, hogy legyenek még erősebben kötelességeink. És én mindig a kötelességet tartom fontosnak. Csak ma ez a szó kihalt. Ma semmi kötelessége nincs az embernek, csak jogai vannak. Jól értsük, cinikusan mondom. Pedig a kötelességből erednek a jogok. Nagyon ügyes volt 45-ben az ENSZ, megalkotta az egy emberi jogok nyilatkozatát, de mikor alkotja meg valaki az emberi kötelességek nyilatkozatát? Viccesen erre mondtam, hogy megalkotta az Isten a 10 parancssal, meg a 8 boldogsággal. Örülök, hogy nincs tabu ebben a beszélgetésben, nincs. És már megemlítetted a... 68-69 évesen, de sose volt. Sokan ezért is néztek egy kicsit olyan bolondnak. Megemlítetted a rákot. Uh-huh. Szembe kellett nézned kétszer a daganatos betegséggel. Jelenleg is 2 daganattal élek. Hát most szedek egy nagyon kemény gyógyszert. Kértem a gazdámat, hogy ha lehet, most a műsor alatt ne jöjjön ki. És mit tesz a gondviselő?
most nagyon jól vagyok. Talán a ti hatásotok, a két operaman, illetve Ildikó hatása, meg hát, hogy itt ül közöttünk negyedikként, ötödik, hatodikként, szűzanya hetedikként, és megvan a hét szám. De ezt valóban élem. A betegség az Istennek a legradikálisabb válasza, hogy elfogadom az életed. Én így fogom fel. Egy olyan válasz, és most gondoljatok bele, elnézést, hogy a tisztelt nézőket letegezem, Krisztusban, mint testvéreimet, tessenek belegondolni, gondoljatok bele, valaki minél közelebb van az Istenhez, annál többet szenved. Valaki messze van az Istentől, nincs látványos keresztje. Ezt már sokaktól hallottam, hogy... Miért van ez? És ez nem a magamutogatás keresztje. Abban a pillanatban válunk farizeussá. Ez a csendes passió keresztje, amiben minden nap úgy ébredek fel, most már 12. éve, közben volt egy olyan határhelyzet az életemben, 2013. január 26, hogy felhívtam érsekatyát, hogy érsekatya, lehet, hogy ma este már nem érem meg, tessék vigyázni az édesanyámra, és a egyik kollégának, a Misinger Ferinek a testvére, a Misinger Gyuri Egerből 40 perc alatt röpített be Miskolcra, a Csiba Laci vezette, akkor még ő vezette a kórházat. 240 per 170 volt a vérnyomásom. Egy hétig jártam egy olyan készülékkel, amit toltam magam mellett, egy jó nagy súlyos oxigénpalack volt, és 227 napot töltöttem kórházban. Hát az volt nekem a nagy Istenre teljesen ráfeszülés, a teljes önfeladás. Azt mondom, hogy egy átlag hívő, és értsd jól ennek minden nemességével együtt, hogy egy átlag hívőben ott van a kétségbeesés, a félelem, a vád valamilyen szinten a jó Isten felé, hogy miért én kaptam ekkora keresztet. Egy pap, te ezt hogyan fogadtad? Én meg azt mondtam, hogy Uram, ez csoda, hogy én élek még. Tehát én meg, hogy mondjam, egyet nem szeret az ember. A múltját mindenkinek ketté kellene törni. Ez azt jelenti, hogy törjük ketté a múltunkat, és szelektáljuk. A negatív energiát tegyük a bal sarokba, a pozitív energiát a jobb sarokba, és csak abból, mint oxigénpalacból táplálkozzunk. És amikor bevittek például ezen a bizonyos napon, Pekhemre, ez egy szombati nap volt, tehát egy komoly orvos nem volt bent, meg vasárnap se, egy aranyos fiatal doktornő volt, aki például nem árult el, hogy mennyi a vérnyomásom, csak azt mondta, hogy azonnal egy hordszéket hozzanak. Már nem engedett a kórterembe bemenni se. És akkor az ágyra ültem, rám kötötték az oxigént, egyből jobban lettem, és elkezdtem nevetni. És néztek rám, hatan voltunk a kórterembe, ott feküdtem 3 hétig, és egyszerűen nem hangosan nevettem, mosolyogtam, hogy Istenem, ezek szerint még neked van terved velem. És másnap reggel, január volt, szürke idő, de jó meglátni azt a szürke eget. Hallottam egy halk zajt kintről, talán egy madár féle valami suhogás, létezik ilyen. Mert amit hallottam egész ilyen nyögés, nyöszörgés, nővér. Mellettem meghalt 3 kollega, szobatárs ez alatt a 3 hét alatt. És ott aztán az életem teljesen átrendeztem. A ketté tört múltból pozitívan hoztam ki azt, hogy igen, csináld tovább. Ebben nagyon nagy segítségemre volt az érsekatya. Amikor fölhívott, hogy nagy uszi, hogy vagy? Hát mondom, engem azt hiszem, érsek úr, nyugdíjazni fogsz. Várjunk még vele, Gyuszi, várjunk még vele. Úgyhogy többször mondtam már neki, hogy nagy proféta volt. És ime itt vagyok, misézem, ellátom az egyházi szolgálatot, teszem a magam kis szerény erejéből, amit tehetek. Szóval minden nap egy csoda, és egy kaland. Ez kaland. Így van mindannyiunknál. Van, aki
megtörik, meg beletörik, hogyha kap egy ilyen diagnózist. Az a sátán. Te olyan erőt, vagy neked olyan erőt adott a Jóisten, amivel ezt a keresztet is tudod használni, és tudsz ezáltal is segíteni másoknak. Itt van előttünk az asztalon sajnos csak néhány könyved, vagy nem sajnos lehet, hiszen valamennyi könyved, 8 jelent meg eddig, ha jól tudom, valamennyi könyved pillanatok alatt elkapkodják a hívek, az olvasóid. A betegségedet is fel tudtad használni, és azt is beleszűrted. Ezek a gyógyszereim, hogy szeretnek az emberek. Most ezt megint nem magamutogatónként mondom. Amikor a kórházban feküdtem, és hallgattam a rózsafűzét nap, mint nap, és szinte minden másnap Gyula atyáért ezt a tizedet. Vagy az, hogy itt Erdőtelken is a kis roma gyerek reggel. Szervusz, papbácsi, hogy vagy? Múltkor levettek a fejemről egy jóindulatú daganatot a naptól, és akkor múltkor azt mondja, megvett valaki, papbácsi, egy másik. Mondom, nem, hanem volt rajtam egy rosszaság. És mondom, levették. Ja, értem. És ezek nekem reggelre egy akkora bombon, egy szeretett bombon, hogy az a 4-5-8-10 éves gyerek érdeklődik afelől, hogy papbácsi, és letegez. Papbácsi, hogy vagy? Vagy megyek az üzletben, 4-5-en előre köszönnek. Hogy van Gyula atya? Tehát érdekli őket, és nem csak az a angolos, hogy vagyok, nice to meet you, és megyek tovább, ugye, hanem megáll és várja az én válaszom. Tehát mindig az ad erőt, hogyha itt maradok a földön, várnak, ha hazamegyek, várnak. Amit érzek, hogy lassan többen várnak oda át, mint a földön. Tehát fogyunk, kopunk. Ezekben a könyvekben témáitól függetlenül valahogy nyilván mindig a szerző, az író beleírja saját magát, te is megjelensz ezekben. Mind a lelki tartalmak, a prédikációi gyűjteménye, a betegség, a természet szereteted végtelensége. Hát az nagyon, nagyon. Nekem a természet, a hegyek és a víz. Itt nagy keresztem, a gazdám megint legyőzött, és köszönöm neked, hogy ugye alföld széle. Ha nagyon tiszta az idő, ellátok a Mátráig, Egerbe bemegyek, akkor már fellélegszek. A hegyek közelsége megérint. Na jó, de tavak itt is vannak. De viszont vannak halak itt is. Igen, tavak és halak, a kis tó. Meg kijárok oda. Van, amikor egyedül nordic walkingozni, van, amikor két kutyát, mert 4 kutyám van most, hát 4-et nem merek vinni, mert még a fülemen is póráz lenne. 2 pórázzal megyünk, és akkor sétálunk. Vagy pedig az, hogy például most felmentem március elején a Magas Tátrába, Szlovákiába, és csodálatos 6 napot eltöltöttem Ó-Tátra Füreden, 1440 méter magasan, és napi 10-14 kilométert nordic walkingoztam. 69%-ba vagyok rokkantizált. Ugye van egy prostatarákom, van egy bőrrákom, 2 csípő műtve, COPD-m, és itt vagyok. És jól érzem magam. Úgyhogy... Sokszor szoktam mondani, hogy minden fejben dől el, akkor ez így rá... Érsek úr úgy hív a nagy túlélő. Igen, minden, illetve a szívben. Most olyan erős gyógyszert kapok, ma vettem be a 20-at, 20 napja, ugyanis újabb áttételek lettek a prostata daganat kapcsán, de nemes szervet támadott meg, és az orvos felkészített, hogy érdekesen fogom magam érezni. Na ebből én már lehoztam azt, hogy fú, Gyula, itt kösd fel a gatyót. És ez azt jelentette, hogy halálfélelem, szorongás vesz erőt, másfél órán át csutakra leizzadok. És akkor rájöttem a harmadik ilyen napon, hogy hát közd le magad valamivel, mert a helyben ülés, az ima, az nem rossz, de nem tudsz kikattanni. És akkor például elkezdtem pakolni, elkezdtem rendezni iratokat, amit rég hanyagolok. Kimentem a kertbe csinálni valamit, és egyből jobban lettem. Tehát a fejben igen, meg a lelkemben, hogy Uram, most én vagyok Simon,
és viszem veled. De azért a nehezét, gazdám, te fogod. Még most is. Mindig tanítasz bennünket, Gyula atya. Tudod, még egy gondolat ehhez, ami erőt ad. Egyik legkedvencebb szentem Nizzai Szent Gergely. És ő fogalmazta meg, hogy a kereszt az egy emelő szerkezet, ami mikor a földön volt az Úr Jézus rászegezve, felemelték. És mit mond a gazdánk, mikor a keresztem van? Ha felemelek a földről, ha majd felemelnek, mindenkit magamhoz vonzok. Tehát a kereszt egy emelő szerkezet. És ez tulajdonképpen egy csökkenő emelkedés. Csökkenő, mert napról napra fogy a fizikai erőm, egyszer majd észreveszem a szellemi energiám is, a lelki az nem, azt nem érzem, sőt a gyerek, minden nap gyerek maradok, Isten gyermeke, viszont nő bennem a türelem, az önfeladás, a teljes az, hogy önátadom magam neki. És ez egy öröm. Ha belegondolsz, vagy kedves néző belegondol, az életünk függésben van. A méhen belül már úgy fogalunk, hogy függünk valakitől. És ez a méhen belüli állapot emberként is. Először a szülőtől, aztán a házastárstól, cölepszként pedig legeklatánsabban magától, a gazdától. De minden külső hatás ugyanígy befolyásol bennünket. Kérdés, hogy mennyire engedjük ezt át magunkon. Ez az. Aki jól ismer téged, közelebbről ismer téged, Gyula atya, akár évek, évtizedek óta, az tudja, hogy van néhány hobbit. Itt már megemlítettük a horgászatot. A másik a foci. Igen, a labdarúgás. Ezt édesanyám bátyja oltotta velém, a Jakka, Jani bátyám, nekem nagybátyám volt, Isten segítse oda át is, és ő úgy hívott engem, hogy Cuni. És Cunikám, megyünk meccsre, és akkor én már úgy ebben a bizonyos negyedik osztály, nyolcadik osztály között ővele jártam meccsre, meg édesapám is nagyon szerette a focit. Ős fradista család vagyunk, úgyhogy most is a zöld szalomba látom vendégül a tisztelt nézőket, és benneteket nagyon nagy megtiszteltetés, és nagyon jól esik, hogy megkerestetek. A labdarúgást is azért szeretem, mert egy improvizatív, amellett egy közösségi játék, és képvisel egy bizonyos közösséget. Nem csak a csapat, hanem a szurkolók, akik mögötte állnak. Amellett egy tiszta, erkölcsileg is hibátlan játék. Egyébként bevallom, a harmadik nagy szenvedélyem a művészet, festészet, szobrászat, versek, színház. A Covid alatt a legszörnyűbb volt nekem, hogy nem tudtam elmenni egy komoly zenei koncertre, nem tudtam elmenni egy színházi előadásra. Blaskó Balázsékat már alig vártam, hogy hívjam, hogy mikor mi megy majd újra a Gárdonyiba, vagy feljárok olykor Pestre. Megnéztem múltkor a Pilinszkinek a Shannonnal való dialógusából készült egy nagyon jó dramatizált előadás. Fantasztikus volt, nagy költő kedvencem, Pilinszki János. Az irodalomba pedig hát nekem első és legfontosabb Dosztojevszkij. Ő nála nagyobbat én, és itt az ént használom kisbetűvel, nem tudok elképzelni. Mindazt, ami tudásban benned van, ami a lelkedben benned van, azt sok-sok csatornán megpróbálod átadni. Mindig azt mondjuk, hogy nyissanak a lelki pásztorok is a különböző internet adta lehetőségek felé. Hát 2000-ben indult a Szent István Rádió, és ha nem is az első évektől, de viszonylag nagyon hamar felismerted, meg megragadtad azt a lehetőséget, hogy ezen a csatornán keresztül is minél több műsorban próbálsz tanítani, és próbálsz szólni a hallgatókhoz. Hát nehéz lenne felsorolni, csak néhányat említek meg. A Halló, moralizáljunk,
A Megértés hullám hosszán az egy interaktív műsor. Jelenleg fut a Tükör, amiben közéleti szereplőket, személyiségeket, művészeket, hogyha már így művészetet említettél, de akár egészségügyi dolgozókat is megszólaltatsz. És sportolókat, így van. És hát a szeretett laboratóriuma az pedig nemrég indult. Igen. Emellett ugye, hogyha már itt Szent István televízióban beszélgetünk, az Egy kávé mellett című műsorunknak is hosszú időn keresztül rendszeres vendége voltál. Ezúttal is megköszönöm neked a meghívásokat. Én nagy köszönöm, mert megtiszteltél minket rengeteg élménnyel, meg nagyon-nagyon sok tanítással. Mit jelent számodra a média ezt az eszközt is felhasználni, mindannak az átadására, ami benned van? Amit a te szemed most sugall. A te szemedben most béke van, egy bizonyos katartikus élmény van, amelyet a köztünk levő gazda közvetít. Mi csak mikrofon vagyunk, vagy hangfal. Néha egy kicsit falsul szólok, néha talán egy kicsit tisztában, meg nagyon szeretem az embert. Az ember az Istennek egy gyönyörűsége. Ugye azt mondja az Izajás 41:10, hogy úgy nézek rád, mint egy ékszerre, mint egy fejdíszre. Menyasszonyom vagy, vőlegényem vagy, mondja. Tehát kell ennél nagyobb elismerés, akkor én a kis dadogó inaska, hát hagyj szólaltassak meg ilyen csodás menyasszonyokat, meg vőlegényeket, akik vagy birkóznak az Istennel, vagy nagyon is tudják, hogy ők kicsodák és micsodák. Szent Ignáctól szeretem ezt a képet, hogy Uram, ne adj nekem szabadságot, nem, hanem add, hogy a tegezedben, a nyíltartóban, nyílvesző tartódban, a tegezedben legyek egy nyíl, és oda lőj ki, ahol a legtöbbet tudom tenni. Nos, egy ilyen céltábla a média, amely megint csak kötéltánc, mert borzalmas sokat árthat. Hál' Isten seregi érsek úrnak és a utódának, hogy ezt a csodálatosságot még tovább bővítette a televízióval, hiszen így óriási tömegeket tudtok evangelizálni. Olyan emberekhez eljut a hangotok, a gazda állapota, a gazda vágya, és nem feledkeznek meg arról, hogy igenis itt él köztünk az Isten, és mi tulajdonképpen, mint úton levők, minden nap belebotlunk. Adja Isten, hogy ne csak a kenyértörésben ismerjük fel, hanem azokban az eseményekben, személyekben, jelenleg most én Ildikó szemében, akivel éppen kommunikálok. Szép lenne ez is záró gondolatnak, Gyula atya. Nem engedlek el ilyen könnyen. 1982-ben szenteltek pappá, 41 éves papi szolgálat áll a hátad mögött. Ismerjük azt az ősi filozófiai mondást, hogy pantarej, minden változik. Te változtál? Egyre inkább gyermek vagyok. Tisztulok. Emelkedő. Zuhanás. Mindig erre térek vissza. Az évek lezuhannak, mint egy hatalmas vízesés, már 69 edik zuhan le, már bőven benne vagyok a 69-be, de közben emelkedem. Változtam, rengeteget, igen, igen. Úgy nyíltam ki, hogy közben ugyanakkor mindig meg akarom találni, hogy itt és most hol a fontosabb a helyem a rendszerben, Isten és ember kapcsolatban, az egyházban, a lelkipásztorkodásban, miközben a kereszteimmel naponta kell élnem. Tehát ez egy szituált változás. Tulajdonképpen a gazda kezén engedtem, hogy ő, mint egy gyurmát formáljon. Maga Lengyel Gyula az anyag, az mindig ugyanaz a DNS szerkezet. No, engem is meglepett, hogy egy ember vérében 70-80 ősének, a génjének a tulajdonságai szaladgálnak. Óriási. És ezért kell foglalkozni a múlttal.
feldolgozni, olykor ketté törni. Ezért kell nagyon aktuálisan foglalkozni a felelősséggel, és jól kezelni a szabadságot. Mert mi a szabadságom? Neked is, az operamanoknak, nekem. Ennél tökéletesebben, mint megfogalmazta egy kortárs, Cseke Ákos, szabadság annyit jelent, hogy birtokba veszem a saját jelentésemet. Én pedig annyit jelentek, hogy Isten gyermeke vagyok. Gyula atya, nagyon szépen köszönöm neked a tanítást, nem csak ebben a műsorban, hanem amit a könyveid vagy a rádió műsorok által átadsz hallgatóknak, nézőknek, nekünk, hívőknek, és gazdagítasz bennünket, és hát én kívánom, hogy ezt még a Jóisten segítségével hosszú-hosszú éveken keresztül ugyanilyen formában meg tud tenni. Köszönöm szépen neked a beszélgetést. Amen.